és köszöntjük egymást. Látványosan levettem a hangját a telefonomnak, úgyhogy javaslom másoknak is. Örülünk mindenkinek, aki eljött ma este, és sajnáljuk azokat, akik készültek, de nem sikerült, nem mondták. Nagy szeretettel köszöntjük dr. Gyárosi Mártont, aki mérnök, mondjuk ennyit mondok egyszerűen, és az Energiapolitika 2000 társulatnak az elnöke és alapítója. De minthogy mi gyülekezetünknek, a Gyulai Pál utcának régi hűséges tagja volt, hosszú évtizedeken át járt ide, külön kis körbe is, Farkas József csoportjába. Hát mi ott találkoztunk, úgyhogy a régi barátságra tekintettel tegeződünk is. De hát biztosan vannak itt még olyanok, akikkel jó kapcsolatban lehetett egykor, vagy éppen mostanában. Ebben a nagy hidegben többen nem tudtak eljönni, de ha valaki később jön, örömmel várjuk őt is. És hát nagyon izgalmas a téma, amit hoz nekünk, a globalizáció és kereszténység témája, amiről itt így előadást még nem hallottunk, és az is izgalmas, hogy egy ilyen általa kitalált műszóval indít, hogy klímaizáció, mint a globalizmus vallása. Volt, aki gratulált nekem, hogy ilyen bátor vagyok, hogy meghívtam erre az előadásra Gyárosi Márton, de hát én azt gondolom, hogy én magam is foglalkozom nagyon laikus szinten a teremtésvédelemmel, és érdekel minden, ami fontos, igaz, és amit komoly tanulmányok és tudomány által az ember ehhez a témához őszintén hozzá tud tenni. Úgyhogy kíváncsian várom az előadást, és fel is kérem, hogy akkor tartsa meg előadását, és nyilván lehet hozzászólni, gondolom utána lesz erre alkalom. Még egyszer örülünk, hogy elfogadta a felkérésünket, és meghallgathatjuk. Áldás békesség, én is szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, és azokat is, akik majd az interneten keresztül fogják látni ezt a mai estét. Hát én több szempontból is nagyon meg vagyok most hatódva, de majd megpróbálom összeszedni magamat. Először is engem nagyon fontos lelki kapcsolatok fűznek ehhez a gyülekezethez, hiszen néhai Farkas József alapító lelkipásztor az én életemre és az ő prédikációi óriási hatással voltak. A kereszténységnek nem kell a világhoz alkalmazkodni, de figyelembe kell venni, hogy milyen korban, vagy egy ékezet hibával, milyen korban élünk, és ebben viszont nagyon fontos, hogy próbáljuk, erőködjünk megtalálni azt a bizonyságtételi formát, ami ebben a világban eljut az embereknek a szívéhez. Az előadás nem lesz könnyű, minden ott meg fog jelenni, és hát majd megpróbálok kevés plusz élményt közölni ezzel kapcsolatban. Nagyon zavaros világba élünk, Eszter is utalt rá, és bizony nem könnyű ebben eligazodni. Mindent elkövet ebben a világban a jelenlévő gonosz, hogy összezavarjon bennünket. És éppen ezért jó, ha próbálunk eligazodni ebben. Én remélem, hogy ez a mostani összejövetelünk segít abban az eligazodásban, és a végén
Nem lesz nagyon vidám az előadás, elég elkeserítő dolgok is lesznek itten. A végén megpróbálom azt is elmondani ebben a körben, hogy a keresztény embernek van-e egyáltalán feladata ebben a világban és ebben a helyzetben. Tudnilik, ha mi a kereszténységünket komolyan vesszük, akkor komolyan kell vennünk azt, ami körülöttünk van, és ahhoz keresztény módon kell hozzáállnunk. És meg kell vallani a hitünket. Most mindjárt az elején elmondom azt, hogy milyen rosszul áll a kereszténységnek az ügye. Nem csak a világban, amiről ugye szoktak beszélni, hanem idehaza, azt mutatja, hogy fizetett hirdetésekben kell felkérni a keresztényeket, hogy a mostani népszámlálásnál húzzák be a keresztet. Legalább ennyit tegyenek meg. Na most, amit én itt el fogok mondani, és a végén szeretném ezt nagyon hangsúlyozni, az ennél lényegesen több. Meg kell vallani a hitünket. Meg kell vallani a hitünket, ha van. És ez egy nagyon fontos dolog. Nem azért járunk a templomba, hogy mi ott jól érezzük magunkat, aztán hazamenjünk, és akkor semmi nem történik velünk. Csak akkor érdemes oda menni a templomba, hogyha másként, gazdagabban megyünk ki, mint ahogy bejöttünk. Ez egy nagyon fontos dolog egyébként. Kezdjük el a munkát. Először néhány szót arról, hogy mit is jelent a szó, a globális szó. A globális szó az egészre, a Föld kerekségére vonatkozó egyetemeset jelent. Elmondtam a fogalmat. Most keresztényi szellemi értelemben ez a globális, ez akár kedvező is lehet, kívánatos is lehetne, hiszen Jézus az egész világnak a megváltója, és ez a parancsa. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Tanítványokká tegyétek, szóval ne igázzátok le őket, meg minden, ami történik, meg zsákmányoljátok ki őket, hanem tanítványokká tegyetek. Ez az isteni kegyelemnek a kiáradása, a jó általános érvényre jutása lenne a világon. A mai globalizáció gazdasági, hatalmi és politikai természetű semmi köze a valódi egyetemességhez. A globalizmusnak a fogalmát és a lényegét hazánkban először 2003-ban Bogár László tanár úr fogalmazta meg a Magyarország és a globalizáció című könyvébe. Abban megtiszteltetésben volt részem, hogy ezt a könyvet a barátságunk okán én még a kiadás előtt kéziratban elolvashattam. Ezt úgy szoktuk emlegetni egymás között, hogy én még pizsamába olvastam végig, mert ez egy olyan megrendítő volt a számomra, ugye előtte voltak mindenféle fölhívások, a római klubnak az anyagai, és ez egy kihozanító tanulmány volt a számomra. Ő neki a kiinduló feltételezése az, hogy a nyugati modernizáció világméretűvé tágult hatalomszerkezete, amit a globalizációnak szokás említeni, univerzális civilizáció megkonstruálására készül. Ezt megismétlem. Univerzális civilizáció megkonstruálására készül. Ezt majd egy fél óra múlva jobban fogjuk érteni, átélni, hogy mit is jelent ez. Tekintettel arra, hogy a mainstream narratíva a problémakörnek a számos kritikus mozzanatát elfedi, tehát ugye ez a titkos háttér, a nyugat fent
a nyugatnak a stratégiája súlyos kihívásokkal terjes. Ez volt az a tömény dolog. Most egy másik nagyon találó megfogalmazás következik majd, de előtte, hogy a politikai globalizmusnak mik a jellemzői. Ideológiája az úgynevezett washingtoni konszenzus, ami három szóval jellemezhető: privatizálj, deregulálj, liberalizálj. Tartalma: a közösség helyett individuum, szabályok, törvények helyett szabadosság. Célja: világkormány, vagyis politikai világegyesítés gazdasági tőke érdekeltségi alapon, embermentő köntösben. Na most mik ennek a jellemzői? Fegyverei, a klímavédelem, a megújuló energiák, a úgynevezett fenntarthatóság és a föld megmentése. Ezeken megyünk most végig, mindegyiről egy kicsit fogok beszélni. A működésének a módja, ez a lényeges dolog, a félelemkeltés, mint minden hatalomnak egy alapmotívuma, és a könnyű megoldásoknak a kínálata. Tehát megfélemlítem az embert, utána mondok valamit, ami látszólag könnyen megvalósítható, hogy majd, ha ezt megcsinálod, akkor jó lesz. Na, akkor most menjünk sorba. A Veres József akadémikus úrnak van ez a könyve, ami itt a jobb oldalon látható, és ő nagyon részletesen kifejtette ezt a globalizmust. Nézzük csak! A globalizáció olyan alapvetően hatalmi, gazdasági természetű folyamat, amelynek során a világgazdaság legerősebbé váló szereplői a legjelentősebb nemzetközi intézményeken keresztül, erre majd fogunk példákat látni, az adott általuk formált jogi keretek között, ugye ez kóstogassuk csak, ez jogi keretek között, ugye ma minden a jogállamiságra, a jogi keretekről szól, miközben a jogtalanság az egekbe kiállt, a saját érdekeik alapján egyesítik és általános érvényűvé teszik a gazdasági és politikai szabályokat, vagyis teszem hozzá én a hatalmukat. Na most a klíma témáról én nagyon keveset fogok beszélni, de ajánlom a tisztelt hallgatóimnak a figyelmébe Héjas István barátomnak ezt a könyvét, amit a mi társulatunknak a támogatásával jelentettünk meg a Püski Kiadónál. Akit érdekel az, hogy tulajdonképpen mi is ez a klímaváltozás, és ez hogyan függ össze, vagy nem függ össze a megújuló energiákra való folyamatos buzdítással, annak ajánlom ezt a könyvecskét. Ennek a nagyon közérthető, ismeretterjesztő kiadvány. Na most a klímaizmus, ezt említettem a felvezetőben, hogy ezt a szót talán én találtam volna ki, ez egy rövidítés. Valóban én inkább csak kicsit nehéz kimondani, klímaidiotizmusnak nevezem ezt, ez ennek a rövidítése, hogy könnyebben kimondható legyen. Ami tulajdonképpen a klímavédelemnek az áltudományos ideológiáját fejezi ki. A dogmája az, hogy a klímaváltozást az antropogén, vagyis az emberi tevékenységből eredő, ahhoz kapcsolódó emberi
tevékenységgel összefüggő káros anyagok kibocsátása okozza. Ez a dogma. Egy kicsit közelebbről. A káros anyagok közül a legkártékonyabb, úgyhogy sört inni, szódát tilos, a széndioxid, amelynek a kibocsátásáért elsősorban az energiatermelő erőművek a felelősek. Na, itt csúszunk bele abba, hogy miért, majdnem csúnya szót mondtam, szóval miért nem kell kedvelni az erőműveket, miért kell megszüntetni az erőműveket, miközben mindenki a villanyt akarja használni növekvő mennyiségben. Ezzel, ahogy ezt Szelmai Rudolftól vettem át ezt a kifejezést, ezzel rátolták a klímavédelemnek a masszagját az energetikára. Miért az energetikára? Azért, mert az energiafogyasztás ennek a mi civilizációnknak a hajtóanyaga. Mindenkit érint. Ez az a közös dolog, amire hivatkozva lehet megfélemlíteni az embereket és félrevezetni. A tudományos ideológia, ez az első sor. A klímavédelem egyenlő, bocsánat, a környezetvédelem, ami az egész környezetre, minden elemére vonatkozik, egyenlő a klímavédelemmel, a klímavédelem pedig le van egyszerűsítve az úgynevezett dekarbonizációra. Ez az a képlet, amit súlykolnak, nagyon eredményesen, már teljesen besúlykolták a társadalomnak a tagjaiba, erre majd később még visszatérek. Ez a hazugság láncolat működteti a globalista propagandát. Itt éppen ezen a képen ilyen CO2-sőt tüntetnek. Ezzel a mozzanattal sikerült szétteríteni, szemételenné, megfoghatatlanná tenni a tőke felelősségét, az emberi társadalmat valóban fenyegető veszélyeknek a kialakulásáért. Az emberi felelősségnek ez az értelmezése eltereli a figyelmet a globalizmus valódi céljairól. Klímaérzékenyítés. Na, ezt én találtam ki nem régen. Tudnélik, most ugye az folyik, hogy érzékenyítik az embereket. Hogy is van ez a klímaérzékenyítés? Nem régen megjelentek Budapesten, meg ilyen plakátok jelentek meg. Én egyik alkalommal a buszmegállóba találkoztam vele, annyira megragadta a figyelmemet, gondoltam, hogy majd egyszer be fogom ezt mutatni, hogy gyorsan le is fényképeztem most már ezzel a masinával. Mi is ez? Legyél te is klímahős feliratú plakátok jelentek meg szeptemberben Budapesten, megkezdődött a gyermekek átnevelése. Tehát itt látjuk ezt a kislányt, igaz, hogy a hátát mutatja, de a lényeg az, hogy rá van írva, hogy egy klímahős. Na, mi is van erre ráírva? Csatlakozz az UNICEF Magyarország programjához, szerezd meg a tudást, tessék figyelni, tudást, mutasd, hallasd a hangod, és tegyünk együtt a fenntarthatóbb jövőért. Ez a szöveg. Milyen szervezet ez az UNICEF? Ez az ENSZ-nek egy szervezete, amit 1946-ban ezekért a célokért hozott létre, a gyerekeknek a segítésért. Ebben a klímában és a klíma elleni küzdelemben szó sincsen. Ez is egy tipikus esete annak, amikor egy meglévő intézményt kisajátítanak és próbálják átfordítani. És így megjelenik az ENSZ, majd még lesz az ENSZ-ről szó. Az ENSZ, ez a nemzetközi szervezet is teljes mértékben a szolgálatába állt ennek a klímaizmusnak. Na, most a megújuló energiákról szeretnék néhány gondolatot átadni. A széndioxid csökkentés
eszköze a megújuló energiákra való áttérés lenne. Ugye a csapból is ez folyik, bár bekapcsolja valaki ezt a televíziónak nevezett népbutító eszközt, akkor orba szájba ez folyik belőle, hogy a megújuló energiákra kell áttérni, és a jelenlegi energiaválságnak is ez az egyik gyökere mellesleg. Na most szeretném azonban közölni, hogy megújuló energiák nincsenek. Nincsenek. Csak a természetben felhalmozott energiák átalakítása révén fogyasztott energia van. Nincs megújuló energia. A Föld erőforrásai azonban végesek. A nyugat civilizációnak a létkérdése szerintem az, hogy a felhalmozott energiák fogyasztásának a csökkentése, amiről szól egyrészről a hivatalos propaganda, és a kapitalista terjeszkedő és a termelést, fogyasztást, profitot maximalizáló folyamat közötti konfliktus feloldható-e? Ez az ellentmondás, ez egy nagyon súlyos ellentmondás. Szerintem csak abban bízhatunk, hogy az isteni szeretet soha el nem fogy. Az el nem múló isteni szeretet energia csodákra képes. Az isteni szeretet energia az egyetlen energia a világon, ami nem vész el, hogyha továbbadják, sőt, ha továbbadják, szaporodik. Ez a keresztény szeretet teológiának a lényege. Ebben kellene megerősödni. Ebben én nagyon régóta, itt ebben a gyülekezetben is nagyon megerősödtem. Ennek a szeretetnek a forrása pedig a Jézus Krisztusba vetett keresztény hit. Ebben reménykedhetünk. Majd a reménységről még fogok beszélni, de már most közlöm, hogy itt nagyon lehangoló dolgok fognak következni, de már előre vetítem, hogy ez az egyetlen reménység. Na most ugye a harmadik ilyen hazugság a fenntarthatóság volt, a fenntarthatóság. Mi is ez a fenntarthatóság? A mennyiségi növekedésként értelmezett úgynevezett fejlődésre történik a hivatkozás, de a valójában a fogyasztás fenntarthatóságáról van szó. A fogyasztás fenntarthatóságáról. Már a növekedésnek a koncepciója is hamis, révén a Föld erőforrásai, mint már említettem, végesek. Ma már azonban nem csak azokat az igényeket elégítik ki, amikre az embereknek ténylegesen szükségük van, az igényeket is az eladók termelik meg tömegesen. Megmondják az embereknek, hogy mire van szükségük. Az összes hirdetés, ami megjelenik a médiában, erről szól. Megmondják neki, hogy mire van szükség. Mit kell bekapni ahhoz, hogy az elmúljon, mivel kell bekenni, hogy annak kétszeres hatása, stb. Én nagyon ritkán nézek televíziót, de akkor még ha nehezemre esik, és fölugrok, és kimegyek a szobából, mert nézni sem bírom ezt a hazugság tömeget. Az egész világ globális gazdasága a növekvő fogyasztásra van építve. Az anyagi természetű fogyasztás. Zárójelbe, vedd meg, használt, dobd el. Sajnos ez a hármas megfogalmazás nem csak a tárgyi javakra, hanem a személyekre is vonatkozik. Ez az erkölcsi fertő. Szerezd meg, használd, dobd el. A következő nagy hazugság komplexum a Földnek a megmentése. Itt van ez a nagyon hazug kép. Mit sugall ez? Ez azt sugallja ez a kép, minthogyha
mi megmenthetnénk a Földet, mintha mi tartanánk a kezünkbe a földecskét. Micsoda hazugság, majd a gonosz nagy hazugságára, Jézus megkísértéséről még teszek néhány szót, de ez annak az előképe, hát azt sugallja, hogy nekünk módunk van, lehetőségünk van erre. A Föld megmentésével kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, teljes képtelenség a Föld történeti léptékű változást a mi rövid emberi életünk léptékéhez aktualizálni, mint ami most történik. Azzal hitegetni magunkat, hogy érdemi befolyással lehetünk ezekre a folyamatokra. Tessék megnézni ezt a képet, hogy körülveszi a felhőzet, ugye, ami alapvetően befolyásolja a pillanatnyi változásokat. A Föld Isten teremtménye. Az emberek istenkedhetnek, de attól még nem lesznek Isten. Itt van egy kép, Fanándor ezt nyilatkozta, amikor egyszer a hajójának az oldalára kiült, amikor átélte a természetnek az irdatlan erejét. Aztán, amire már a bemutatkozásnál is utaltam, az értelem, a tudás és a hitnek az összefüggéséről néhány szót. Berzsényi Dániel ugye a Fohászkodás című versében mondja, Isten, akit a bölcs lángesze fel nem ér. Aztán Horváth Sándor, zalalövői plébános, aki a nap evangéliumot gondozza, ennek a gondolatait hoztam most ide. Korunkban sokan állítják szembe egymással az emberi értelmet és a hitet. Az a hiedelem, hogy a dolgok értelme pusztán emberi értelemmel is mindig felismerhető, és nincs szükség a hitre. A tudás vágyunk semmit sem ér az igazság megismerésének a vágya nélkül. Az igazság megismerésének a vágya nélkül. Értelmünk, hitünk egyaránt legfőbb igazságnak, Istennek a megismerésére törekszik. Az emberi gondolkodásunk semmit nem ér az Istentől kapott bölcsesség nélkül. Mi is az igazság? A világ tudományosan nem ismerhető meg, kizárólag az igazság keresésének van jogosultsága. Egy régi bölcsesség szerint szeressétek azokat, akik keresik az igazságot, de óvakodjatok azoktól, akik már meg is találták azt. Itt ezen a fényképen mit lehet látni? Ez nem egy futballmeccsen a győztes csapatot ünneplik, hanem ez a párizsi klímacsúcson a politikusok ünneplik magukat, hogy sikerült nekik egyetérteni abba, hogy mennyire melegedhet föl a Föld. Tetszerek érteni? Megünneplik magukat, hogy ők aztán meghatározták azt, hogy mennyire melegedhet föl a Föld. Vagyis úgynevezett demokratikus szavazással nem lehet tudományos állásfoglalásokat, igazságokat hitelesíteni, ami most nagyüzemileg történik. Intézmények, gyarló emberi intézmények tündökölnek abban a szerepben, hogy ők megmondják, mi az igazság. Mi tudjuk, mi az igazság. Az igazság egyenlő Jézus. Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet.
Nekem ez azért nagyon kedves ez a mondás, mert a kanizsai templomba, ahol gyerekkoromban jártam, ugyan nem sokra emlékszem, hogy a Pomodi Dezső bácsi mikről prédikált, de ez állandóan előttünk volt ez a mondás, és ez és édesanyámnak a példamutató szeretete és hite elég volt nekem ahhoz, hogy ez mélyen a szívembe vésődjön. A globalizmus infrastruktúrájáról is néhány szót, ebben mindnyájan benne vagyunk és érintettek vagyunk. Miről is van szó? A globalizmus leghatékonyabb propaganda fegyverei a napi közmédia és az egész világra kiterjedő közösségi hálók, amelyek a globális szuperfegyverek. A közösségi háló azért van idézőjelbe téve, mert ez is egy nagy hazugság, mintha ez egy közösségi háló legyen. Nem, ez egy gyilkos háló, majd mindjárt részletezem. Ezek az egész világon folyamatosan, békésen, a tudatnak a befolyásával hatnak, mérgeznek. A hamis információ cunami fénysebességgel tölti be a világot. Fénysebességgel tölti be a világot. Menjünk tovább. A világméretű akolban a nyáj önként veti magát alá a tudatmérgezésnek, azzal a hamis élménnyel, hogy kitágult a világ. Közel kerültünk egymáshoz. Megtörtént az emberiség egyesítése. Az ember azt hihetné, hogy ezek az úgynevezett okos eszközök, amihoz én nagyon buta vagyok, ezek az embereket közel hozzák egymáshoz. Mint ezt a mozdulatot kellene kifejezni, hogy bármikor a világ másik részén emberrel is kapcsolatba kerülhetünk. Ezzel szemben mi történt? Soha olyan távol nem voltak az emberek egymástól, mint ott. Pont a fordítottja történt. Láttam olyat, hogy a villamoson egy fiú meg egy kislány egymásnak háttal ülve a okos telefonján beszélgetett egymással. Csókolozni még nem lehet. Ez az igazi demokrácia. Az információ, amit a böködön valaki kiles, egyenlő a tudással. Információ egyenlő tudással. Ugye a hazugság cunaminak az elemei. Felelősség nélkül mindenről véleményt nyilváníthatunk. Felértékelődtünk, azt hiszem ezt lájkolásnak hívják, ugye, hogy valaki mond valamit, akkor hülyeség, egyedül nem értek. Vélemény nyilvánított, nincsenek korlátok. Menjünk tovább. A tudomány és a média nagy része a háttérhatalomnak a befolyása alá került. Ez Bogár Lászlótól származik ez a mondás. Nem tettem ide bele a Tudományos Akadémiának egyik versenyfelhívását, ami arra szolgál, hogy az ifjúság versenyezzen, hogy ki tud többet erről a klímahisztériáról, és azért értékes jutalmakat lehet kapni. A magát liberalizmusnak nevező eszme behatol az élet minden területére, születésünktől halálunkig. Erre szociálnak az óvodákban, az iskolákban, az egyetemeken, a munkahelyek többségében is. Ehhez kell lojálisnak lenni, ha érvényesülni akarunk. Benyomul a kormányhivatalokba, az egyházakba, minden emberi közösségbe. Szinte lehetetlen szabadnak maradni, ahogy Illyés Gyula írta, eszmélnél, de eszme csak az övé jut eszedbe. A világ népei önként lesznek a globalizáció megvalósítói és egyben áldozatai. A nyáj önként belépett a globalizációs hazug birodalomba, és itt jól érzi magát. A nyugati civilizáció pedig
leépülési lejtőre került. Most jön ez a megdöbbentő állítás, amire már Eszter is utalt, hogy a globalizmus vallása, hogy van ez? Már akkor nézzük. A vallás a pénz és a birodalmak mellett az emberek harmadik nagy egyesítője. Ki mondta ezt? Harari elvtárs, aki a mondja, de őrá még majd részletesebben ki fogok térni. A vallások alkalmasak arra, hogy széleskörű társadalmi és politikai rendeket legitimáljanak. A vallásnak univerzálisnak és térítőnek kell lennie. Majd erre még részletesen vissza fogok térni, és azt is megmondom, hogy ki is ez a Harari, mert itt sok félreértés van az ő személyét illetően. Ha már a klímaaktivisták, ma már a klímaaktivisták is vallási jelleget öltenek, használnak. Itt van például egy fogyatékos svéd kislány személyében még egy szentet is létrehoztak. Ez a szerencsétlen gyerek beszédet mond az ENSZ, már ugye az ENSZ-et előbb is dicsértem, az ENSZ-ben, és amit a tudós szerepben tetszelgő politikusok áhítattal hallgatnak. Ide jutottunk. A vallási jelleg további részei. A globalizmus világegyesítési törekvései, vallási színezetű propagandája bizonyos szempontból a Biblia szerinti Máté 24 utolsó időkre emlékeztetnek. A szellemi megtévesztés elterjedté és kiterjedté válik. A gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ezek a proféciák arra utalnak, hogy az események az egész világon láthatóak lesznek. Korábban ezt elképzelni se tudtuk, hogy ez hogy valósul meg. Ma az informatikai eszközökkel teljesen magától értetődő valóság. Van azonban egy nagy baj. Ma az úgynevezett okos eszközökkel, amikkel szinte függő kapcsolatba kerülnek az emberek, a világ minden eseménye láthatóvá válik, amit a hatalom láttatni akar, amit a gonoszság láttatni akar. Minden. Gondoljunk arra, hogy az esti híradókra azt mutatják be nekünk, amit akarnak. Bemutatják, hogy hol demokratikus a bombázás, hol meg emberírtás. Tehát mindent elmondanak. Most ugye, aki csak ezt látja, és nincs valamiféle szilárd alapja, például legfőképpen hite, az ebből a szempontból elveszett. A háttérhatalom tulajdonképpen szerintem a gonosz. Ez különböző intézményekben rejtőzve, árruhába öltözve hiteti és gyötri a földnek a lakóit. Egy csodálatos megfogalmazás van itt a Csukai Andrástól, ezt tessék olvasni. A gonosz legnagyobb bűne, hogy elhitette magáról, hogy nem is létezik. Lásd, láthatatlan háttérhatalom, ugye a Bogár definíciója szerint. Ha mégis lelepleződik, szint vált, és mindig a jó képében mutatkozik. Humanizmus, emberség, befogadás, az igazság relativizálása. Ezért ez talán rosszabb, gonoszabb, károsabb eszme, mint a marxizmus, vagy akár a nácizmus volt, mert akkor azokban viszonylag könnyen felismerhető volt a gonosz működése. Most azonban jónak képében tetszeleg, jónak képében mutatja magát. Ez a halál kultúrája és civilizációja. Nézzük csak!
Második János Pál pápa-nak a kifejezése, ez a halál kultúrája, az emberi élettel szembeforduló tudatos döntéseknek a rendszere, amely folyamatos programokkal, úgynevezett tudományos módszerekkel támadja az életet. A 20. század végére a bűn struktúráira támaszkodva törvényes kereteket alkottak az élet ellenes magatartásformák. Az állam belső ellentmondása, az erősek kultúrája, gyökere Isten, az ember és az élet tiszteletének megfogyatkozása, a fogyasztói társadalom elmerülése az anyagi javakban. Az egyház az élet kultúrájának a képviselője. Bogár László ezt kiterjeszti, ezt a gondolatot, a halál kultúráját az egész nyugat civilizációra kiterjeszti, és azt mondja, hogy a halál deszakrális civilizációja. Bogárnál a civilizáció az egy másként jelenik meg, más összefüggésben, mint ahogy mások szokták mondani. Na, most jön a nagy hazudozó. A gonosz a nagy hazudozó. Gondoljunk bele, a világ legnagyobb hazugsága Jézus megkísértése volt. Az ördög megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és azt mondta, mindezt neked adom, pedig nem az övé, ugye, ha leborulva imádsz engem. Mióta megszégyenült, mert Jézus kísértése nem sikerült, azóta a gonosz velünk próbálkozik. A gonosz erejét azonban karácsonykor született megváltónk megtörte, mert ezért lehet nekünk ellentállni. Van még remény. Nagy Gáspár szerint a remény sohasem meghaló, ha minden utolsó szalmaszál abból a jászolból való. Jézus mondta, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez a legnagyobb vigasztalás a mai világunkban különösen aktuális. Említettem a világkormánynak a kérdését. Na, hogy is van ez? És itt érek vissza a Harari-ra, aki magyarul is megjelent három könyve. Én ezeket gyanútlanul elolvastam, de a harmadik könyve azonban ilyeneket találtam, ami most fog következni. Azóta megtudtam, hogy a Harari az nem csak egy felkapott történész, hanem a globalista ideológus is, a Világgazdasági Fórum tanácsadója. Na most itt tessenek figyelni, mert hátborzongató idézetek következnek. A vallás, a pénz, a birodalmak mellett, ez már majdnem ugyanígy szerepelt korábban is, az emberiség harmadik nagy egyesítője. A vallások alkalmasak arra, hogy széles körű társadalmi és politikai rendeket legitimáljanak. A vallásnak, univerzálisnak, térítőnek kell lenni. Most ennél még súlyosabb megállapítások vagy idézetek következnek. Az államok egyre jobban alá vannak rendelve a világpiac mahinációinak, világcégek befolyásának, a nemzetközi jogrendszer felügyeletének. Ezt tapasztaljuk a napjainkban, ugye, ennek a mostani világrend összeomlása ezt világosan mutatja. A szemünk előtt készülő globális birodalmat nem egy bizonyos állam, inkább egy
multietnikus elit vezeti, gazdasági háttérrel. Tovább. Mit mond még ő? Ahogy kibontakozik a 21. század, a nacionalizmus visszaszorul. Egyre több ember hisz abban, hogy a politika vezérelve az emberi jogok, ugye ismerős, tele van vele minden, az emberi jogok és az egész emberi faj érdekének védelme kell, hogy legyen. Tehát ugye az embermentő köntös. Ha ez így van, akkor nem lenne egyszerűbb, ha ezekre egyetlen globális kormány vigyázna? A modern mennyei felhatalmazást, tetszenek őt, mennyei felhatalmazást az emberiség adja majd valakinek, hogy megoldja a menny problémát. Menny problémát, tetszik érteni? Vagyis például az üvegházhatást okozó gázok felhalmozódását. Ez egy menny probléma. A globális birodalom színe valószínűleg zöld lesz. Gondolom nem kell különösebb kommentár ehhez. Azt azonban tudjuk, hogy ideológiai, politikai alapon nem lehet a világot egyesíteni. Eddig minden földi világbirodalmi törekvés megbukott. A kereszténység a szellemi, lelki egységet hirdeti. Csak ebben lehet egység. Erről szól Jézusnak már idézett mondata, hogy mit kell a földre csinálni, nem politikailag egyesíteni, hanem hirdetni a jó hírt, az evangéliumot. Ez a szellemi egység a országokon mindenen túlterjedő, valódi szellemi egyház lehet az egyetlen egység. Most egy nagyon hihetetlennek tűnő dolog következik. A Magyar Demokratában novemberben olvastam egy cikkbe ezt a mondatot, ami itt van, tessék elolvasni. A befogadó kapitalizmus tanácsa tavaly alakult, amely a nagy újrakezdésnek, ez a nagy globális program nevezett rendszer gyors és hatékony megvalósítására törekszik. Ezt a bizonyos egyesítésre vállalkozó 249 gigavállalat 10,5 billió dollárral áll a háta mögött. Céljai között az egyik a vallások és a tőke egyesítése. Tetszik érteni? A vallások és a tőke egyesítése. A cikkben az áll, hogy aggasztó, hogy ezt a Vatikán is magáévá tette. Mikor ezt elolvastam, fölhívtam a cikknek a szerzőjét, a Fritz Tamást, és megkérdeztem, te, ez igaz? Hát van valami bizonyíték arra, hogy ezt a Vatikán magáévá tette? És akkor elküldte nekem ezt a képet. Nem tudom, mennyire olvasható, hogy mi van aláírva, megpróbálom itt ezt elmondani. 2019. november 11-én, épp a nevem napján, Ferenc pápa a Vatikánban találkozott a befogadó kapitalizmus tanácsának alapító tagjaival, hogy bátorító szavakat mondjon az új szervezet küldetéséhez. Vannak-e hazai tapasztalatok? Az Országút című hazai folyóirat azzal az indoklással utasította el egyik a klímaizmus kérdéseivel is foglalkozó, általa egyébként kiválónak minősített írásomat, hogy szembe megy a Pápai Tudományos Akadémia klímavédelmi álláspontjával. De még... Nem a magyar pápai, hanem a...
Vatikáni. Persze. A mi pápánknak nincsen tudományos tanácsa. Egyébként tudósok ott lehetnek, valódi tudósok. Tehát ez a Pápai Tudományos Akadémiának az álláspontjával. Szarka László akadémikusnak a Könyörtelen természeti valóság című írását a következő indoklással igyekeztek elutasítani. Idézet következik. Nagyon fontos, figyeljük meg. Ellenérzéseket is kelthet, ha a cikkek között, egyébként a teremtés, említett, teremtésvédelmi rovatnak a vezetője írja ezt, ellenérzéseket kelthet, ha a cikkek között publikálunk egy nyíltan klímaszkeptikus, vagyis a klímában nem hívő dolgozatot. Valamennyi egyházi közösség, amelyekre az olvasók, olvasóközönség és szellemi hátországot is nyomban, amikre számítunk, a témába vágó dokumentumban, alapvetően dokumentumaiban, tehát a téma dokumentumban, alapvetően magáévá tette az ember okozta a klímaváltozás hipotézisét. Tehát arra hivatkoznak, hogy hát az emberek nagy része ezt elhitte. Mindazonáltal nehezen hagyhatnánk figyelmen kívül, hogy például Ferenc pápa közelmúltban megjelent enciklikájában a környezetszennyezés és az éghajlat változás című állásfoglalását, amelynek értelmében az éghajlatváltozás súlyos környezeti, társadalmi, gazdasági, politikai következményekkel járó globális probléma, amely az egyik legnagyobb kihívást jelenti az emberiség számára. Szóval nem a gonosz jelenti a nagy kihívást, hanem ez a itt probléma. Na, van azonban jó hír is, van egy profán prófétánk, Bogár Lászlónak hívják, már az elején említettem. Az izmusokra végződő ideológiák, marxizmus, kommunizmus, nácizmus, szocializmus, liberalizmus, globalizmus, van egy pár izmus, ugye? Közös jellemzője az emberellenesség, az erőszak, az emberölés nyílt vagy burkolt legalizálása. Az izmusok alapkérdése, Leninnel szólva, ki kit győz le. Ezek az izmusok. A Bogár László lételméleti megközelítése, amit egy kortárs elemző, Sebők Miklós, a könyvnek az a címe, hogy Narratívák fogságában, 2020-ban jelent meg, ebben elméleti, mondhatnánk, teremtés elméleti alapon értelmezi világunkat, mondja Bogárról, a felszíni jelenségek mögött Bogár azok mély szerkezetét igyekszik feltárni, modern szakralitást, vissza régi elsülést hirdet. Na, mi protestánsok, illetve a reformáció révén létrejött egyházak, megfogadhatnánk ezt, és gondolhatnánk arra, hogy a reformálás a köznapi értelemben valamilyen javítást jelent. A reformáció tulajdonképpen egy visszatérést jelent a gyökerekhez. A gyökerekhez. Mert a mi gyökereink azok Jézus Krisztusban, a Bibliában vannak, tehát vissza régi elsülést hirdet. Nekem ez nagyon tetszik a barátomnak ez a megfogalmazása. Most ami következnek, ez mind a bogárizmus, egyik könyvének a megjelenésekor jellemeztem ezt így. Minden hitünkből fakad, ez a forrás, bár nem kézzel fogható, de a hit az egyetlen hiteles kapcsolódás a forráshoz.
az isteni erő bennünk rejlik és meg is található. Ennek felismerése lenne az igazi önmegvalósítás, az isteni jóság megvalósulása bennünk. Íme a bogárizmus kulcsszavai: szeretet, lelki-testi egészség, türelem, szelídség, alázat, hitre épülő tudás. Ezt még egyszer elmondom. Hitre épülő tudás. Békesség, bátorság, becsület. A bogárizmus kulcs kifejezése: a változtatást magunkkal kezdeni. Ez elég keresztény megfogalmazás. Hajlamosak vagyunk arra, hogyha valami bajunk van, akkor valakire ezt próbáljuk ráállítani, hogy ő az oka neki. Magunkkal kellene szembenézni. Először magunkat győzzük le, és szeretet hálót kell helyreállítani. A szeretet hálót kell helyreállítani. Nem az intézmények, hanem a keresztény személyek tapasztalatán alapuló bizonyságtétel, tanúság a hiteles. Ez egy nagyon fontos mondat, erre majd még a előadás végén vissza fogok térni. Az egyház, a keresztények feladatai a mai világunkban, mert hiszen akkor van értelme erről beszélgetni, véleményt cserélni, ha hajlandók vagyunk kitenni magunkat annak, hogy magunkkal is szembenézzük, magunkat is fölülbíráljuk, és rájövünk arra, hogy hol is állunk mi. Én ezeket a gondolatokat a Jó Sándor 1963-ban elmondott prédikációjából vettem át, mert ebben találtam meg a legtömörebben ezeket a intelmeket, gondolatokat. Jézus azért hív magához, hogy megfelelő felszereléssel és utasítással küldhessen ki. A küldetésünk, a világ, mindennapi foglalkozásunk, a családunk, a politika, a művészet, a technika, a sport, a pénz különös sok színű világa. Nem az istentiszteleten éli ki az egyháza maga egyház mi voltát, hanem kint a világban. Az egyház sose úgy lássátok, mint a világtól elundorodott emberek társaságát. A világ, ahol a világban éltek, munkálkodtok, ott a ti réveteken az egyház van jelen, a Krisztus, vagyis így kellene lenni. Félek, hogy nem egészen így van. Az egyház nem önmagáért, hanem a világért van. Istennek az a célja az egyházzal, hogy eszköze legyen a világban. Itt eszembe jut, még mielőtt ezt a kérdést itt egy kicsit részleteznénk, a nemeskürdi tanár úrnak egy kifejezése. Állítólag, ha valakit bemutattak neki, akkor azt mondta, megkérdezte tőle, hogy mondd, ki vagy. Valamit mondott, hogy kicsoda. Lehet, hogy a foglalkozását mondta, ezt emberek szeretik mondani, hogy milyen okosak. A második kérdése azon marad, és miért? Ugyanezt a kérdést tette föl Bódás János költő, volt székesfehérvári lelkész. Csodálatos versébe ajánlom mindenkinek: mi vagy? Mi vagy? Abból szemezgettem ki ezt a néhány mondatot. Vigasznak, írnak szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak. Siess! Siess, keresd! Ki van jelölve a helyed? Csak ott leszel az, aminek Isten szánt, másként
céltalan lesz az életed. Nem veszi hasznát sem az ég, sem a világ. Boldog, aki keresi és meg is találja az Isten haza család szolgálatát. Egyedül Istené a dicsőség. Köszönöm a figyelmet. Engem megragadott ez. Minél többet tud az ember, annál inkább rájön, hogy mennyire nem tud semmit, milyen keveset tud. Valószínű, ehhez el kell jutni tényleg egy bizonyos szintig, hogy hát igen, kapizsgáljuk, keresgéljük, az Úristen mosolyog rajtunk, meg együtt is érez akkor, amikor pánikba esünk, de nem szabad pánikba esnünk. Tehát itt a klíma ügyben majd még érdemes lesz egy kicsit gondolkozni, beszélgetni egy másik körben, harmadik körben arról, hogy mit tudunk ebből elfogadni, mi az, ami minket tényleg reménységgel tölt el, és ki az, aki igazából irányítja ezt a világot. Tehát valóban azt azért tudjuk. Ne rémüljön meg azoktól a hangoktól, amiket riogatásképpen hallunk. Persze, hogy vigyázzunk erre a teremtett világra. Ezt jelenti az, hogy öko gyülekezet vagyunk. Elnyertük ezt a címet, mert összegyűjtögettünk egy sereg dolgot. Igyekszünk száműzni a műanyagot, legalábbis a hűtványfajtát, ami csak szétesik, széttörik le, nem tudom, mit csinál. Tehát amikor lehet, természetes anyagokat használunk, és amennyire lehet, tényleg nem élünk pazarló módon. Én azt mondom, egy köszönet még egyszer dr. Gyárosi Mártonnak, aki időt, energiát, lelki, szellemi energiát szánt nekünk, hogy elmondja mindezt, amit összeállított ma estére, és kérjük az Isten áldását esténkre, éjszakánkra is, vagy folytatjuk ezt a gondolkodást. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.